Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez az Oxigén Televízió esti híradója május 17-én szerdán. Eljárást indíthat Magyarországgal szemben az Európai Unió. Győrbe látogatott Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója, és szombaton játsszák a Győr-Moson-Sopron megyei labdarúgó magyar kupa döntőjét. A részletek hamarosan jönnek, de előtte nézzük ma esti kiemelt híreinket röviden. Bajba kerülhet a Mindszentpusztai autista lakóotthon. Anyagi nehézségeik miatt az is elképzelhető, hogy be kell zárniuk. Ezen a héten a Tulipános iskola diákjai szavalnak Esti versek című műsorunkban. Mai híradónkban velük ismerkedhetünk meg közelebbről. 13. aranyérmét szerezte a női kézilabda bajnokságban a győri Audiato KC. A zöldfehérek a Moson-Magyaróvár elleni győzelemmel biztosították be az első helyüket. És marad a száraz napos idő a következő napokban is. Adásunk végén jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Eljárást indíthat az Európai Unió Magyarországgal szemben. Az Európai Parlament szerdán elfogadott egy állásfoglalást, amely szerint súlyosan romlott a demokrácia és jogállamiság állapota Magyarországon, és azt kérik, hogy az Európai Unió indítsa el a hetes cikk néven elhíresült vizsgálatot. Felszólítják a magyar kormányt, hogy helyezze hatályon kívül a menedékkérőkkel és civil szervezetekkel kapcsolatos szabályokat szigorító törvényeket, és állapodjon meg az amerikai hatóságokkal a CEU ügyében, hogy az egyetem továbbra is szabadon működhessen Budapesten. Felszólítják az Európai Bizottságot is, hogy szigorúan ellenőrizze az uniós források magyar kormány általi felhasználását. Az EU alapszerződésének a 7. cikkében írják le a folyamatot, aminek az a lényege, hogy az Európai Uniós intézmények párbeszédre hívják a magyar kormányt arról, hogy Magyarország hogyan gondolja tovább építeni a demokráciát és megvédeni az európai értékeket. Az EP egyik szakbizottsága készít először véleményt, hogy szerintük is indokolt-e elindítani ezt a folyamatot. Két hónapon belül befejeződhet a nyomozás a Bőnyi rendőrgyilkosság ügyében, mondta a központi nyomozó főügyészség helyettes szóvivője. Simon Richard tájékoztatása szerint korábban július végéig hosszabbították meg a nyomozási határidőt, addig szeretnék lezárni a nyomozást. Hozzátette, hogy az eddigi szakértői vélemények és egyéb bizonyítékok nemhogy alátámasztják, de megerősítik a gyanúsítottal szemben közölteket. Tavaly október 26-án reggel a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda munkatársai előre tervezett házkutatásra mentek ki Györkös István Bőnyi házához, ahol a tulajdonos gépkarabéllyal 5-6 lövést adott le rájuk, és a gyanú szerint megölt egy rendőrt. Kedden délután Győrbe látogatott Kubatov Gábor, a Fidesz országos pártigazgatója. A Nemzeti Konzultációs Fórumon elhangzott, hogy a kiküldött kérdőívekből eddig mintegy 1,3 millió érkezett vissza. A nyilvános fórumon a kormány álláspontját ismertették a nemzeti konzultációs éveken feltüntetett 6 kérdésben. Kubatov Gábor elmondta, abban bízik, hogy a végső szám elérheti a 1,5 milliót, ami erős támaszt jelenthet a kabinetnek Brüsszellel szemben migrációs, rezsi és adókérdésekben. Azóta már kiderült az is, hogy a kormány meghosszabbítja a kérdőívek visszaküldésének határidejét május végéig. Bajba kerülhet a Mindszentpusztai autista lakóotthon. Az intézmény vezető szerint egyre kevesebb adományt kapnak, mostanra már működésük is veszélybe került. 5 millió forintra lenne szükségük ahhoz, hogy továbbra is gondoskodhassanak a fiatal eső emberekről. Ha nem érkezik segítség, azaz otthon bezárását is jelentheti. Sürgős adománykérő üzenet jelent meg a Mindszentpusztai autista lakóotthon honlapján. Azt írják, nehéz anyagi helyzetük már a működést is veszélyezteti. Az intézmény 10 éve épült, az országban elsőként vállalkozói és szülői adományokból. A házban jelenleg 7 élnek. A fiatal felnőtt autisták mellett egy értelmi fogyatékosról is gondoskodnak. Az intézményvezető azt mondja, állami normatívából, a szülők által befizetett térítési díjból és adományokból tartják fenn magukat. Utóbbi azonban egyre kevesebb. A civilségnek az lenne pont a lényege, mint ami Nyugat-Európában is, és a világon mindenhol, hogy van egy olyan gazdasági háttér, ahol adományokból össze lehet gyűjteni azt az összeget, ami a normatívából hiányzik. Ugyanis a civilek kapják Magyarországon a legkevesebb normatívát, a legtöbbet az egyházi kiegészítő által, az egyházi szociális intézmények utána
ugye az állam, és a civilek kapják a legkevesebbet. Zakár Andrásné hozzátette, a kisebb összegű támogatásokból eddig sikerült előteremteni a hiányzó összeget, most milliókra lenne szükség. Először a Facebookhoz folyamodtam egy segélykiáltásként, ugyanis olyan gazdasági helyzetbe került a lakóotthon, hogy adományok nélkül nem tudjuk működtetni. Most jelenleg azt lehet mondani, hogy 5 millió forint lenne az az összeg, amit ebben az évben még elő kellene teremtenünk ahhoz, hogy működni tudjunk. Az intézményvezető elmondta, ha nem érkezik gyors segítség, akkor az a lakóotthon végét is jelentheti. Ha nem sikerül, akkor be kell zárnunk. Tehát ez van. És hogy tudjad, akkor felmerül a kérdés, hogy akkor hogyan tovább, ugyanis állami, kifejezetten autizmus specifikus bentlakásos intézmény nincsen, nappali ellátás állami, ami kifejezetten autizmus specifikus nincsen, tehát akkor marad az, hogy a gyerekek hazamennek, mármint a fiatalok, és otthon bezárva élik az életüket. Az otthont működtető Mit tehetnék érted autista otthon alapítvány a jótékony forintokat a képernyőn látható bankszámla számra várja, amelyet honlapjukon a mittehetnék.hu címen is megtalálnak. Havonta mintegy 50 milliárd forintot költenek a magyarok dohány termékekre, írja a Világgazdaság a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit ZRT adatai alapján. Csak áprilisban több mint 600 millió szál cigarettát, 450 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt és több mint 40 millió szál szivarkát értékesítettek országszerte. Idénre több mint 600 milliárdos forgalmat becsülnek. Elindult a szavazás, már lehet voksolni a Bedieszti emlékdíj jelöltjeire. A tavaly augusztusban elhunyt színházi rendező asszisztensről elnevezett díjra 8 szintén a kulisszák mögött dolgozót jelöltek. Közülük a közönség döntheti el, hogy ki kapja majd az elismerést a június 12-i Bedieszti emlékgálán. A jelöltekről bemutatkozó kis filmek is készültek, ezeket az emlékdíj weboldalán és a legnagyobb videó megosztó oldalon is meg lehet nézni. Szavazni szintén a weboldalon június 1-ig lehet. Pár hét van már csak hátra a Bedieszti emlékgáláig. A szervezők gőzerővel munkálkodnak, hogy június 12-ére minden tökéletes legyen, amikor is kiderül, hogy kikapja a 8 a kulisszák mögött dolgozó jelölt közül a Bedieszti emlékdíjat. Meg lesz szerkesztve a műsor, most kértem el az alapokat a művészektől, küldik, rakjuk össze, igaz, van még egy hónap, de nem szeretnénk az utolsó pillanatra hagyni. Lesz meglepetés is magán az esten, amit nem árulhatok el, de egy nagyon-nagyon szép meglepetés lesz. Úgyhogy nagyon nagy izgalommal várjuk ezt a június 12-i gála estet. A Bedieszti emlékdíjat idén első alkalommal aki megnyeri, ő a Lengyel Józsi által formált egy ilyen mackó tortát fog nyerni, és ugyanezt egy kerámiába öntve, ami a Generációk Házának a kerámia műhelyében készül már, lassan elkészül a díj is, illetve a díjazott fog kapni még egy két fő részére egy wellness hétvégét az egyik támogatónk révén, és fontos volt számunkra az is, hogy ne csak egy díjazottunk legyen, tehát nem csak ő kapjon valamit, aki megnyeri a Bedieszti emlékdíjat, hanem a másik hét jelölt is külön díjakba fog részesülni. A jelölteket bemutató kisfilmek is elkészültek, ezeken keresztül a közönség jobban megismerheti a háttérben, de fontos munkát végző embereket. A beszélgetést a jelöltekkel utazás közben rögzítették, amelyhez az egyik győri autószalon biztosított autót. Bedieszti tragikus halála nagy port kavart föld szerintem a művészvilágban. Nyilván minket is megérintett, és úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan ügy, ami mellé kell állni. Háttérben dolgozókról beszélünk, és ezért is lett kitalálva ez a bemutatkozó fajta, hogy autóban menet közben készítsük el ezeket az interjúkat, mert nekik sokkal könnyebb úgy beszélgetni, hogy nem az arcában van egy kamera tolva, hanem tőle másfél méterre van egy 5 centis kamera, és igazából egy idő után szépen le tud erről válni, nem azzal foglalkozik, hogy itt felvétel van, hanem egymással tudunk valóban beszélgetni, és így sokkal könnyebben meg tudnak ők nyílni. A jelöltek közül pedig a közönség dönti majd el, hogy kit tart a legérdemesebbnek a díjra. A bemutatkozó kisfilmeket a bedieszti-emlékdíj.hu-n lehet megnézni, és a szavazás is itt zajlik. Itt minden ott valamit tudni kell a díjról. Szavazni június 1-ig lehet,
ott a jelöltek alatt van egy kis szavazok gomb, arra, hogyha rányom az illető, akkor egy gombnyomással tud szavazni. A jelöltek lesznek tehát a gála műsor főszereplői, a szervezők pedig az estére színvonalas műsort ígérnek. A Nagy Balázs, Járai Máté, Posény Takács László, Ungvári István, Molnár László, Tunyogi Bernadett, Berkes Gabi, Bot Gabi, és hát Berecki Zoltán, Szulák Andrea, és még sorolhatnám, remélem, hogy nem hagytam ki senkit, ha mégis Vaskiti Jászmin, őről tudni kell, hogy táborozónk volt, ugye a tartalmas táborban, és nagyon szerettük volna, hogy ha táncol, balettozik nekünk, ő a balettsuliba jár, és ő is fel fog lépni ezen az esten. Nekünk büszkeség, meg hát az esztének is az volt, úgyhogy bízom benne, hogy megismeri a győri közönségét is. Az első BDST emlékgála június 12-én este 7 órától kezdődik a Vaskakas Művészeti Központban. 107 éve működik Győrben a Tulipános Általános Iskola és Kollégium. Összesen 341 tanuló jár ide, így a pedagógusok egyénileg is sok időt tudnak foglalkozni a gyerekekkel, akik számos tanulmányi versenyen mérettetik meg magukat, ezzel pedig tovább erősítik iskolájuk jó hírnevét. Ezen a héten a Tulipános Iskola tanulói szerepelnek Esti Versek című műsorunkban, így megismerkedhetünk velük egy kicsit közelebbről. Összesen 341-en tanulnak a Győri Tulipános Általános Iskolában, a 20-25 fős osztálylétszámoknak köszönhetően pedig családias hangulat uralkodik az intézményben, ahol a pedagógusok a gyerekekkel egyénileg is sokat tudnak foglalkozni. Járt már ide sok családtagom, és ők is nagyon mondták, hogy nagyon jó ez az iskola, és hogy nagyon szeretik a tanárokat, és hogy nagyon kedvesek, és ezt én is tapasztaltam, és nagyon kedvesek. Itt tényleg barátságos a környezet, szóval nem nagyon ismerek olyan embert, akit nem érezné jól magát a órákon, barátokkal, tanárokkal szemben. A sport és a művészeti nevelés ebben az intézményben nagyon fontos. A belváros adta kulturális lehetőségekkel igyekszünk minél jobban élni. Nagyon sok gyerekünknek van színházbérlete, 100 fő körül, akikkel rendszeresen járunk a kisfaludi terembe a színházi előadásokra. Együttműködési megállapodásunk van a Győri Filharmonikus Zenekarral, most már második éve, ahova próbákra is járunk a gyerekekkel, illetve koncertekre, hangszerbemutatóra, és zenész szülő révén még az iskolába is elhozzák számunkra a zenét. Nagyon sok ugye a sportfoglalkozás, illetve a szellemi képességünk fejlesztésére is sok verseny és fejlesztés van, mint például, ugye most lesz a földrajzverseny, ez egy négyfős csoportverseny, 8. Eddig úgy tudom, minden évben helyezést értünk el, és hogy idén is erre törekszünk. A felkészítésben a tanárok nagyon sokat segítenek, a felvételinél is nagyon sokat köszönhetünk a tanároknak. Az iskola környezete és maga az, hogy az iskola ilyen, az is, hogy igazából, mintha egy múzeumban tanulnánk, és ez is nagyon jó. Kiemelten kezelik a tehetséggondozást is az iskolában, a gyerekek ezért rengetegféle szakkör közül választhatnak. Vannak külön szakkörök, is én történelemre járok például. Ott érdekességeket tanulunk, olyanokat, amit órán nem lehet megbeszélni, nincs rá idő. Az anyanyelvi műveltség fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetnek az itt tanító pedagógusok. A gyerekek számos versenyen mutathatják meg tehetségüket. Tantárgyi programunkban az anyanyelvi műveltség fejlesztése nagyon, nagyon fontos. Az olvasóvá nevelés, az anyanyelv tudatos, igényes használata nagyon fontos elemek, és ennek érdekében tényleg mindent megteszünk. Nagyon sok helyi rendezvényünk, versenyünk van, amelyen tananyagtól függetlenül a gyerekek logikus nyelvi gondolkodását fejlesztjük, rendszeresen részt veszünk városi, megyei, országos megmérettetéseken is, és büszkén mondhatom, hogy nagyon szép sikerekkel. A tanulók pedig más területeken is bizonyíthatnak. Említhetném a matematika versenyeket, a humán versenyek közül az anyanyelvi versenyek, történelem versenyen, a regionális vetélkedőn nagyon szép eredményeket érnek el Lovásziban most már évek óta tanulóink. A Tulipános Általános Iskola már 107. éve működik. 13. bajnoki aranyérmét ünnepelhette a Győri Audietó KC csapata kedden. A női kézilabda bajnokság vége előtt 3 fordulóval a játékosok meg is kapták az aranyérmet és a bajnoki címért járó tálat. A Moson-Magyaróvár elleni 18 gólos győzelem így azt is jelenti, hogy a 3 fronton helytálló csapat 2 arany és 1 ezüstéremmel zárja a 2016-17-es szezont.
A Győri Audiátó KC csapata a 13. bajnoki aranyérmét ünnepelhette a keddi Moson-Magyaróvár elleni győzelem után. A 37-19-re végződő találkozó után így a játékosok és a stáb is átvehette a 2016-17-es idény bajnoki címért járó érmeit. Az olimpia után nagyon hirtelen és gyorsan történt minden, és gyakorlatilag a játékosok elég kifacsart állapotba kezdték el a felkészülést. Aztán az Európa-bajnokságon ugye egy elég nehéz csoportkör után a BL-ben kellett helytállni gyakorlatilag majdnem mindenkinek. Úgyhogy, ráfér a pihenő mindenkire, elsősorban azokra, akik gyakorlatilag az egész szezont végigjátszották. A hosszú szezon után a csapatnak is nagy könnyebbséget jelentett, hogy már három fordulóval a bajnokság lezárása előtt a bajnoki címet is megünnepelhették. Szerintem ez a legsportszerűbb bajnoki formula, ami csak lehetséges, mert így tényleg ahhoz a csapathoz kerül végül a bajnoki cím, aki a legjobb teljesítményt nyújtotta az idényben az elejétől a végéig. Ez talán a legigazságosabb, hogy eldől az aranyérem sorsa már az alapszakasz végén. Majd megyünk ünnepelni a lányokkal, meg vacsora, és aztán mindenki holnaptól újra kezdi az edzést. Nagyon boldog vagyok, hiszen az első évben sikerült, kár, hogy a Magyar Kupa nem, de a következő évben ez is meg lesz. A 2016-2017-es idényben így a csapat a BL aranyérem és a Magyar Kupa ezüstérem után a bajnoki arannyal is gazdagodott. Izgalmas kajak és kenufutamokat láthatott a közönség Szegeden, ahol három napon át a felnőtt és az ifjúsági mezőny tagjai mérkőztek meg egymással egyesben és párosban az évelején szokásos rangsoroló és tájékoztató versenyen. Miután a válogatott keret számára kötelező volt az indulás, így néhány betegséggel küzdő sportolót leszámítva a teljes hazai élmezőny rajthoz állt a futamokon. Hüttner Csaba szövetségi kapitány egy kisebb tétet is rakott a kajakosok és kenusok vállára, nevezetesen az itt látottak alapján jelöli ki a szegedi világkupán indulók névsorát. Remek formában várta a szegedi rangsorolót Varga Dávid, az első számú ezres győri kenus a korábbi felméréseken is nagyon jó eredményeket produkált, és ezt most is sikerült megmutatnia. A főszámában a párosban Vasbányai Herrikkel több mint egy másodperces előnnyel nyertek, Dávid ugyanezen a távon egyesben minimális különbséggel Kis Tamás mögött a második helyen végzett. De mint mondja, ezzel is elégedett lehet. Nagyon vártam, hogy milyen időjárás lesz, mert már hetek óta szembeszélbe edzünk fent Kisdunán, úgyhogy gyakorlatilag olyan, mintha edzésen szálltunk volna vízre, és nagyon otthonos volt, úgymond én szeretem a szembeszelet. A győri női kajakosok, ahogy a korábbi években, most is méltán bízhatnak abban, hogy kijutnak majd a nemzetközi versenyekre. Fazekaszó Krisztina az eredeti tervekkel ellentétben mégsem tudott Szabó Gabriellával párosban rajtozálni. Olimpiai bajnok társa ugyanis betegség miatt kihagyta a hétvégi rangsorolót. Kriszta így két egyes versenyszámban állt rajthoz, és mindkét alkalommal, ha csak egy hajszállal is, de lemaradt a dobogóról. A kétszeres olimpiai bajnok a héten Portugáliában is rajthoz áll, majd 2, illetve 500 méteren a világkupán. Fáradtan jöttünk ide, és valószínű, hogy nem tudtam magam annyira oda tenni mentálisan, mint ahogy kellett volna. És így az előfutam meg a középfutam az nagyon gyengére sikeredett, örülök, hogy döntöttem. Annyi a pozitívum, hogy a döntőre összeszedtem magam, és legalább versenyben voltam. Ha nem is sikerült a dobogó, amit terveztem, de azért közel volt. Jól sikerült a rangsoroló verseny Bordás Blankának, aki a tavalyi felnőtt EB válogató után ismét harmadik helyen végzett 1000 méteren. Mindez azt jelenti, hogy a szegedi világkupán ő is rajthoz állhat. A tavalyi évhez képest előrelépett Célai Vörös Zsófi is, aki elsősorban a maratonra készül, és az 23-as korosztályban szeretné megmutatni képességeit. Betegség miatt egy hétig nem edzett, így kérdéses volt az indulása Gamsjäger Liza Máriának, aki előfutam győzelme után a középfutamból már nem jutott tovább, és a többi versenytől érthető okokból visszalépett. A győri lányok közül még kiemelkedik Lazur Margaréta eredménye, aki élete legjobb eredményét evezve a negyedik helyen végzett a sprinttávon az ifik között. A hétvégi Eto FC Győr csorna mérkőzés előtt Győrben rendezik a megyei labdarúgó Magyar Kupa döntőjét is. Ezen a mérkőzésen a Ménfőcsanak az öttevénnyel találkozik. Az Eto Park kapuit 2 órakor nyitják meg, a megyei kupa döntő pedig 3 órakor kezdődik. 3:45-ig ingyen lehet belépni a stadionba, onnantól kezdve viszont a belépés csak jegy vagy bérlet felmutatásával lehetséges. Bajba kerülhet a Mindszentpusztai autista lakóotthon. Anyagi nehézségeik miatt az is elképzelhető, hogy be kell zárniuk. Ezen a héten a Tulipános iskola diákjai szavalnak Esti verset című műsorunkban.
mai híradónkban velük ismerkedhetünk meg közelebbről. 13. aranyérmét szerezte a női kézilabda bajnokságban a győri Audi Eto KC. A zöldfehérek a Moson-Magyaróvár elleni győzelemmel biztosították be az első helyüket. Tömördi Szabina ma este is készült a térség legjobb kikapcsolódási lehetőségeivel. Szia Szabina, miből választhatunk majd csütörtökön? Szia és köszöntöm a kedves nézőket! Flash Salon Moson-Magyaróváron. Az est vendége ezúttal a Francia 3-as lesz, melynek tagjai Edith Piaf és más francia előadók dalait szólaltatják meg klasszikus harmónika kíséretében. Csütörtökön délután 6 órától a Flash központban. Aztán műhely estek Győrben, az Icsi palotában ezúttal Juhász Otto sinológus előadását lehet meghallgatni. Szó lesz például a kínai nők szerepéről a családban és a társadalomban, valamint a kínai költőnőkről is. Csütörtökön délután 5 órától az Icsi palotában. Aztán Experidence Tatabányán a tánctársulat Nostradamus Világok Vándora címmel tart előadást a városban. A látványos koreográfia egy időutazásra repíti el a nézőt. A világ körüli út egyik hangulatfelelőse és idegenvezetője, Gangsta Zoli zenész, színész lesz. Nostradamus Világok Vándora tehát este 6 órától a Földi Imre sportcsarnokban. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Változóan felhős, azonban inkább napos lesz a csütörtök, az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében csapadék az kizárt. Csütörtökön hajnalban 13, amíg reggel már 24 fokot is mérhetünk majd. A csütörtök délután is naposan alakul, a csúcshőmérséklet 27 fok körül várható az előrejelzések alapján. Csütörtök estére is derült, szinte felhőmentes időt ígérnek az időjósok, 15-17 fokot mérhetünk majd a nap végén. A folytatásban megérkeznek fölénk a felhők és kicsi csapadékot is hoznak északnyugatra hosszú távú előrejelzések szerint, azonban nem lesz támottevő az eső. A péntek még naposan, azonban szelesen alakul, reggel és este 17, napközben pedig akár 27 fokot is mérhetünk majd. Szombatra megérkeznek a felhők, marad a szél, a csapadékra viszont kis esély van. A nappali minimum 14, a maximum pedig 21 fok körül várható. Vasárnapra már mondanak némi elszórt csapadékot az előrejelzések, de csak kis mennyiségben fordulhat elő eső, inkább a napsütésé lesz a főszerep, reggel és este 14, napközben pedig 20 fok várható. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket! Önök az Oxigén Televízió adását látták május 17-én szerdán. Holnap este 7 órától újra várjuk majd Önöket Győr-Moson, Sopron és Komárom-Esztergom megye friss híreivel. Ha tehetik, nézzenek bennünket akkor is. Addig kellemes pihenést, jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra! Thank you.